Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis BF4 Legacy Operations, tehát így Operations, mint hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 10-15 térkép jött volna ki ebben a DLC-nek hívott valamiben, közben kijött egy térkép, plusz tegyük fel két térkép, hogyha beleszámoljuk az itt látható nosár 2.0-át, de még mielőtt nagyon rátérnék itt a dolgoknak a kielemzésére, volna itt egy kis tippem mindazoknak, akik várnak abba, hogy becsatlakozzanak a TNA Platumba. Azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokan vártok arra, hogy becsatlakozzatok, csak sajnos el kell járuljam nektek, hogy ritkán lépnek ki a Platumból, és a TNA Platoon az tele van. De hogy ne legyen pánik, ezért létrehoztunk egy TNA 2 Platoon-t BF4-en belül. Úgyhogy aki szeretne bekerülni a TNA-ba, akkor az nyugodtan belőlhetje a második TNA Platoon-t tulajdonképpen, és ott még van hely. Még van hely, úgyhogy oda nyugodtan bejelölhetitek, és akkor be tudlak titeket venni, de az első legmegalkotott TNA-ba sajnos. Ha csak nincs végtelen türelmetek, akkor egy hamar valószínűleg nem kerültök be. Igyekszem mindig bevenni valakit, hogyha valaki kilép, de nem nagyon lépnek ki az emberek, hál' Isten. És na, ennyi lett volna erről röviden. De jön akkor ez a Legacy Operations, és hát Noshar Canals láthatok, vagyis hát 2.0 Noshar Canals láthatok, mert igazából a Dragon Veil-i mint olyan annyira nem érdekfeszítő map, azt kell mondjam, ugye egy BF2-es mapnak a remake-je. BF2-es ilyen fan favorite-nek mondják, tehát mindenki úgy szerette ezt a Dragon Veil-i, de hogy őszinte lejek szerintem nem ez lett volna az a térkép, amire hogy mindenki rászavaz, hogy ez jöjjön vissza. Az igazság az, hogy egy kicsit ilyen öreg már a térkép. Nagyon szép. Szépen meg volt csinálva a Dragon Veil-i, ügyes meg minden. Kicsit kiöregedett a mai modernebb játékokhoz szokott játékosoknak, én úgy gondolom, tehát még számomra is egy kicsit ilyen öregebbnek tűnik, és hatalmas méretén elveszik még a 64 ember is, és valahogy úgy, hát a pontok is úgy vannak elosztva, hogy a csata valahogy nagyon szétválasztódik a gépek és az infantrytól, tehát a tankok és a gyalogság máshol harcol, például, amivel persze nincs is akkora gond, hogy így a tankok meg a helikopterek anyám kinyavíják a saját háborukat, és a gyalogság valahol a pálya közepén vívja a saját háborúját. Ez egy olyan is, de a pálya annyira hatalmas, hogy beletelik egy percbe, hogy elérjél a célodhoz, ha gyalogmész, akkor 5 percbe, hogy elérjél a célodhoz, akkor ott netán megcsinálsz egy 5-6 kill-streaket, ha szerencsés vagy, és addig nem lő le egy csípás, nem lőnek hátba, nem talál be egy helikopter, egy tank, egy anyám kínja, és akkor meghalsz, és akkor vissza, és ebből áll a játék ezen a hatalmas pályán. Tehát úgy gondolom, hogy a BF3 és a BF4 eleinte, tehát úgy, amikor meglettek alkotva az alappályákkal mindennel, így pont megütötték azokat a pályaméret szinteket, ahol nem unatkoztál a pályán. Tehát nem volt az, hogy kilométereket gyalogoltál, mint a régi BF játékokban, mint az 2142, mint a BF2, még ezek olyan hatalmas pályák voltak, és olyan kevés játékos rajtuk még, hogyha fullam volt a szerver is, hogy nem találtad meg az utadat. Tehát mire odaértél, akkor leöltél 2-3 embert, vagy 4-5-öt, a szerencséd volt, hátba lőttek, akkor megint spawn, és akkor megint mire odaértél, megint, és így elvette egy kicsit a játéknak az élvezetét. Szóval, és ezt gondolom a Dragon Veil-ről, úgy gondolom, hogy nem a legjobb map, nem egy izgalmas map, hiába csinálták meg nagyon Chinire, Willire, kicsit átdolgozták a pontokat, stb., de úgy gondolom, hogy nem egy jó map, nem feltétlenül a legjobb map, amit vissza kellett volna hozzanak, szóval igazából semmi extra. Viszont ami extra, és ez a Noshar Canals, és azt hiszem, hogy ez a pálya a BF3-nál például nagyon nagy jelentőséggel bírt abban, hogy egyrészt stabilizálja a játékot, másrésztről, hogy egy ilyen könnyed búcsút nincsenek a játékosok a BF3-tól. A Noshar Canals volt az, ami
A BF3-nak egy állandó sikert biztosított, és egyben egy tökéletes búcsút is, valahogy így gondolom, és úgy érzem, hogy valahol ezt érik el most a BF4-nél is, hogy visszahozták ezt a térképet. Ez a térkép Battlefield egyik legjobb alkotása idestova az idők idejében, azt kell, hogy mondjam. És nagyon jól balanszolt, nagyon jól kiegyensúlyozott, több játékstílusnak, több játékos rétegnek tökéletesen megfelelő pálya. Tehát van egy középső rész, ami pörgősségre ad, tehát pörögni lehet rajta a középső részen, ahol sok játékos, ugye, aki szereti az akció sűrűjét, megtalálja magát. Vannak külső részek, ahol a taktikusabb játékosok megtalálják magukat. Szóval ez a pálya valahogy iszonyatosan jól sikerült, és itt van ugye a BF4-es változata, egy kicsit kiszélesítették, katasztrófa volt ez a csipa, én nem tudom, hogy lehet így játszani ezen a pályán, tehát Jézus Mária. Ezzel a zoom-mal rajta hihetetlen, na mindegy. És itt van most ugye ez a nasárkány, ez egy kicsit ki van szélesítve, többé valószínű ugye a BF-nél sajátosságai miatt, és nem is zavaró, mert valóban a fegyverek ugye kicsit másképp működnek itt, és a pálya ebben ezen szélteiben teljesen megfelel. Szóval ezzel nincs is baj. Például, mert ugye itt a shotgunok például elég OP-k, így aztán jobb is, hogyha egy kicsit jobban ki van húzva a pálya, így a shotgunoknak egy kicsit leveszik az erejét, de itt sem egy nagy dolog harcolni a shotgunokkal. Szóval a pálya jó, kiegyensúlyozott, új és régi egyben, és hozza azt a feelinget, azt az adrenalint, azt a hangulatot, amit annak a BF3-ban hozott. De mégis, ugye miért mondom azt, hogy a BF3-nál ez a pálya volt a BF3 vége, és egyben egy nagyon kellemes búcsúzója, és egyben megőrizte a stabilitását is, ugye. Miután kijött ez a pálya, a BF3-nál rengeteg, de rengeteg szerver váltott át csak erre a pályára. És szerintem lassan, nagyon sokan majd át fognak váltani erre a pályára. BF4-ben az a jó, hogy hál' Istennek, tehát mondjuk BF3-ban is ott volt a metró, de nem volt valamiért annyira népszerű, mint a nosár. De ugye itt BF4-ben itt van a Siege of Shanghai TDM változata, itt most már a nosár Canals és a Operation Metro, a Metro, na, Metro, az a lényeg, itt a Metro, Noshar Canals, ez a Siege of Shanghai, és azt kell, hogy mondjam, ez három olyan pálya, ami TDM-ben, Domination-ben az emberkék nagyon kedvelnek, és szeretnek, és ez a három pályáról gondolom úgy, hogy megadja a BF4-nek majd azt a stabilitását. Természetesen Conquest pályák is vannak, ilyen fan favorite-ek, szóval most már elérkezett a BF4 egy olyan stádiumba, ahol egyes pályák a szervereken fognak adni a BF4-re stabilitást, ahol mindig fogsz találni játékosokat, ami valószínű, hogy éveken keresztül. De egyben ezek a pályákról úgy gondolom, hogy ezek így a lemenő pályák, amelyek így rávezetik a BF4-et a lassú búcsú helyére. Tehát így lesznek mindig ilyen játékosok, akik játszani fogják ezt a játékot, de valahol már így elő fogják készíteni a terepet a Battlefield 5-nek, és akkor arra majd ráizgul mindenki. És azt kell mondjam, hogy Battlefield 4 szép munka, nagyon jó utat járt be, kicsit sajnálom, hogy az első perctől lett ilyen a játék, mint amilyen most. És hups, hát így jár az ember, ha kekeckedik, na mindegy. Szóval kicsit sajnálom, nem az első perctől ilyen a játék, de kihozták belőle, amit ki tudtak hozni. Akármilyen tartalom fog jönni most már gondolom a BF4-hez, csak egy kis ideig lesz így hype-olva, és rövid időn belül megszűnik mindenre a hype, és csak ezek a stabil mapok fognak megmaradni, mint nem tudom, Siege of Shanghai, ugye itt Noshar, vagy nem tudom, Golmund Railway, tehát amiket jobban szeretnek, Zavod. Ezeket jobban szeretik az emberek, és ezek egy stabilitást fognak élvezni a szervereken, és szinte előbb vagy utóbb csak azok a szerverek lesznek tele, amelyeken ezek a pályák fognak forogni. Legalábbis nekem ez az érzésem, majd meglátjuk, hogy
hogy alakul, de számomra mindenképp ez a BF4-nek egy ilyen lezárása a készítők részéről, hogy elővezessék majd idővel, szinte nem is olyan sok idővel a BF5-nek az eljövetelét. Nos, srácok, mi a véleményetek a témáról? Ti hogy érzitek a Nosár 2.0-át? Hogy tetszik az új pálya? És mit gondoltok arról, hogy mennyiben lezárása ez a BF4-nek, vagy éppen nem lezárása? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!